Akkor nagyon igyekszem, hogy ne csak a szakképzés, hanem én is kellő dinamikával adjam elő az előadásomat. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és csapjunk is bele. Ugye az előző etapban volt egy olyan előadás, amelyiken ugye az volt, hogy szakképzés a jövő. Na most, hogyha a szakképzésé a jövő, akkor azt gondolom, hogy nem is lehet jobb helyen ez a szakképzés, mint egy olyan minisztériumban, ahol a miniszter úr azt mondta, hogy ez a jövő minisztériuma. Ez persze azt is jelenti, hogy nekünk fel van adva a lecke, hogy meg tudjunk felelni annak, hogy valóban a jövőnek képezzünk szakembereket, és ezeket a szakembereket úgy képezzük a jövőnek, hogy esetlegesen még nem is tudjuk, hogy majd a távoli jövőben mi mindenre lesz szükség. Ehhez én azt gondolom, hogy rengeteg adatra van szükség. És amikor én szoktam mondani akár ilyen konferencián, akár a kollégáknak, hogy hát én nagyon szeretem, mikor ilyen sok adattal foglalkozunk, és hogy mi jegyünk el az adatokba, akkor mindig néznek rám ilyen nagy kerek szemekkel, hogy hát hogy lehet az, hogy valaki úgy szereti azt, amikor ilyen adatokról van szó, meg adminisztrálásról van szó. Én szerintem akkor tudjuk megszeretni az adatokat, hogyha úgy rendszerbe tudjuk rakni, hogy mi mindenre használjuk föl őket. Tehát amikor az van, hogy én magam is nagyon sokszor mondom a kollégáknak, hogy igen, jól kell kitölteni a krétát, helyes adatokra van szükség, ugye, hogy nézzék meg a 4T adatokat, nézzük meg, hogy milyen adatokat tudunk a gyerekekről, akkor úgy mindenkibe az van, hogy már megint ott van nekünk a feladat, hogy töltenünk kell, adminisztrálnunk kell, de ha egy olyan rendszerbe látjuk, és mi magunk is ezeket az adatokat jól tudjuk használni, akkor azt gondolom, hogy ennek az adatnak magának a szakképzésben valóban lehet egy olyan dinamikája, amit ha jól használunk, akkor rengeteget léphetünk előre. Én ma ezt próbálom önöknek bemutatni, hogy milyen adatokkal is tud szolgálni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. Itt rögtön látszik az első dián, ugye, hogy mi hogyan is néz ki a szakképzésben a fenntartói megoszlás, és amikor én azt kértem, hogy nézzük meg a résztvevők eloszlását is, azt mondták a kollégák, hát jó van, ne írjunk bele számot, körülbelül ugyanígy fog kinézni kördiagramra. De hát azért nem. Azért nem teljesen ugyanaz a kép, de jól mutatja, hogy nagy intézményeink vannak. A nagy intézmények tudnak igazán jól megélni, ahol valóban a résztvevők száma magas. És a résztvevők számában mi beleszámítottuk nem csak a tanulói jogviszonyosokat, hanem azokat a felnőtt képzési jogviszonnyal rendelkezőket is, akik valóban alapszakmát tanulnak már, tehát nem felnőtt képzésben vagy úgy felnőtt oktatásban vesznek részt. Szeretjük azt mondani, hogy egész életen áttartó tanulás. Tessék ránézni az ábrára. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy 6 éves, akkor nem azt kell elképzelni, hogy valóban mi már 6 éveseket bevonzunk a szakképzésbe. Bár, ha megnézzük ugye a digitális alkotó műhelyeket, és itt nézek egy-két kollégákra, aki ugye előszeretettel már az óvodásokat hívja ezekbe az alkotó műhelyekbe, mert nem elég korán lehet elkezdeni a pályaorientációt, akkor akár még erről is beszélhetünk. De itt arról van szó, ugye, hogy a több célú szakképzési intézményekben, különösen a magán, illetve az egyházi intézményekben, ott már óvoda, sőt van, ahol még bölcsöde is működik, és így jól látszik, no a magasabb korosztály az valóban a szakképzésben vesz részt. És azt gondolom, hogy nekünk az egy jó visszajelzés, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy a felnőtteket mennyire tudjuk behozni a szakképzésbe, hogy valóban 50 fölött is választja valaki azt, hogy ő alapszakmát szeretne tanulni. Tehát amikor erre az adatra ránézünk, akkor ez mindenképpen egy ilyen visszajelzést adhat nekünk. Itt látható, hogy milyen rendszerekkel dolgozunk mi, és az, hogy ilyen az ábra, az azt is mutatja, hogy minden mindennel összefügg. Nem öncélúan működnek ezek a rendszerek, hanem a rendszerből kinyerhető adatokat mi megpróbáljuk úgy összerendezni, hogy minden rendszer is beszéljen egymással, és a szükséges adatot ne kelljen majd még egyszer megadnia a kollégáknak. Hát így néz ki a szír, amelyet ugye 2020-ba kezdtünk, és azért tartom lényegesnek, hogy ezt az ábrát lássuk,
mert hogy gyakorlatilag ez jól mutatja, hogy a szírben lévő adatok, azok nem úgy keletkeznek, hogy újból be kell vinnie az intézményeknek, hanem tulajdonképpen a szírbe átemelődnek a Kréta rendszerből ezek az adatok, és természetesen csak azok, amelyeket mi használhatunk, és ugye engedélyezetten, tehát adatfelhasználási szempontból engedélyezetten használhatunk. Tehát akkor, amikor ott a Kréta adminisztrátor, aki most ilyen szép lila, beviszi azokat az adatokat, akkor jó, ha a fejében van, hogy egyébként ez az adat nem csak ott intézményi szinten jelenik meg, hanem mi minden lesz ebből, és hova mindenhova megy el ez az adat, illetve honnan mindenhova kapunk mi még ebbe a rendszerbe úgy adatot, hogy ezeket összeadva tulajdonképpen lássuk annak felhasználási céljait. Itt jól látható, hogy ugye ki mindenkivel vagyunk kapcsolatban, és miért is van szükség arra, hogy valóban ezek az adatok megfelelőek legyenek. Hát ugye az egyik ilyen, ami a juttatások a szakképzésben. Volt ma már itt arról szó, hogy akkor, amikor választották a diákok a szakképzést, akkor valóban, vajon mennyire volt a fejükben, hogy az ösztöndíjat fognak kapni majd a tanulmányaik során. És ugye nem az első helyeken szerepelt. Én azt kértem a kollégáktól, hogy a későbbi adatok során nézzük ezt meg majd mindenképpen regionális szinten is. Tehát, hogy vannak-e olyan régiók, ahol kifejezetten esetleg ez az, ami dönt a szakképzésbe továbbtanulás mellett, mindamellett, hogy én pontosan látom, hogy az intézményekben, a szakképzési centrumokban rettentő nagy energiákat fejtünk ki annak érdekében, hogy mindenkihez eljusson az információ. Gondolok itt a pályorientációs rendezvényekre, az intézmények honlapjára, arra, hogy szülői fórumokat tartunk, arra, hogy elmegyünk a köznevelési intézményekbe, hogy próbálunk kapcsolatot teremteni a tankerületekkel. Nagy-nagy energiát ölünk bele abba, hogy valóban mindenki azt tudja a szakképzésről, amit mi gondolunk róla. Mert hogy persze van a fejekben egy kép, de akkor a változáson ment át a szakképzés rendszere, hogy ez anélkül, hogy egyébként mi ezt megfelelően kommunikáljuk, nem fog tudni eljutni. A számok azt mutatják, hogy megtaláltuk azokat a szülőket, azokat a tanárokat, akik segítik abban a diákokat, hogy valóban akinek a szakképzésben van helye, az a szakképzésbe is kerüljön. Ez segíti tulajdonképpen az ösztöndíj, és én azt szoktam mondani, hogy abban segít még nekünk, hogy az a diák, aki esetleg másban gondolkodna, de tehetséges, az valóban a tanulásra tudja fordítani az energiáját, és nem lép ki csak azért előbb a rendszerből, mert egyébként neki esetlegesen kenyérkeresőnek kell lennie. Ehhez segít persze az, hogy ő ugye a szakképzési ösztöndíjon túl a duális szakirányú oktatásban már munkabért is kaphat, és itt látszik azért a számokból, hogy ez a jelentős összeg. Jelentős összeg ugyanúgy, mint az egyszeri pályakezdési juttatás, amelyet ugye akkor kaphat meg, hogyha ő sikeres vizsgát tesz, és a sikeres vizsgánál is, hát ugye differenciálunk annak tekintetében, hogy egyébként ő neki hogy sikerült a vizsgája. Jól látható ezen, hogy azért jelentősen a jó eredményűek, tehát a négyesek voltak most az idei vizsgán azok, akik a legtöbben voltak a szakképzésben. Újként jelentkezik az apácai ösztöndíj, amely kifejezetten a hátrányos helyzetű tanulóknak van, és itt nagyon köszönöm azoknak a kollégáknak, akik vállalták, hogy mentor szerepet töltenek be ebbe a programba, hiszen az ő számukra ugye külön juttatást tudunk biztosítani, de azt várjuk tőlük, hogy támogassák meg ezeket a fiatalokat, nem feltétlenül úgy, hogy egyébként ezeket a fiatalokat még egy kis matematikával, vagy még egy kis magyarral, vagy még valami szakmai oktatással, hanem egyáltalán támogatói legyenek a diáknak. Legyen, akihez ő tud szólni. Rengeteg elvárást fogalmazunk meg a kollégákkal szembe is. Én tudom, hogy rengeteg elvárást fogalmazunk meg, annak érdekében egyébként, hogy jó legyen a rendszer. De ha elvárásokat fogalmazunk meg, akkor támogatást is kell nyújtanunk.
kell adni olyan dolgokat a kézbe, ami akár módszertanilag, akár eszközileg segíti, hogy valóban ő jól tudja végezni a munkáját. Ennek a célnak próbál megfelelni az ESL modul. Én azt szoktam mondani, hogy az a rendszer, ami nem kötelező, és nagyon sokan használják, akkor az biztos jól sikerült és felhasználó barát. Na, mondhatom, hogy ez a rendszer egy olyan. Sokan használják, sokan figyelik, hogy egyébként mit mutatnak a mutatók, mind a mellett, hogy nem tettük kötelezővé. Maguk a kollégák jöttek rá, hogy valóban ez támogatja azt a munkát, hogy mindenkit eljuttassunk a végzettségéig. Itt néhány példát vetítek csak föl annak érdekében, hogy lássák önök, hogy milyenek ezek a mutatók mondjuk tanulói szinten, osztályszintű vizsgálat tekintetében, de én azt remélem, hogy semmi újat nem mutatok. És gyakorlatilag az intézményi szintű vizsgálatát is ugye el tudják végezni az igazgató kollégák annak érdekében, hogy lássák, hogy egyébként hogy állnak az intézményen belül az osztályok és az egyes tanulók, hol kell beavatkozni. A másik ilyen, amivel próbáljuk segíteni az önök munkáját, az tulajdonképpen a kompetenciamérés. Ma már hallottunk ugye egy előadást a kompetenciamérésről. Nos, én a szakképzési kompetenciamérésről szeretnék beszélni, amelyben az idén már több mint 46 ezer tanuló vett részt, és aminek szerintem óriási jelentősége volt már az első online mérésnél, ami visszaugrok, hogy láthassák, már 2019-ben megtörtént. Óriási előrelépése volt, hogy azonnali visszajelzést adott a kollégáknak. Olyan szinten, hogy melyik azok a kompetenciák, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek, melyik azok a kompetenciák, amelyekben viszont kiváló az a tanuló, és úgy tudtak hozzáállni, hogy rögtön tudták, hogy egyébként milyen problémákkal szembesülhetnek egy adott osztályon belül. Hát... én most már tudom, hogy az idei kompetencia mérésnek az eredményei szerint az egész országban egy tanuló van, aki 100%-ra megírta a matematikát, és gyakorlatilag már látom, hogy régiós szinten akár az anyanyelvi, akár a matematikai bemeneti eredmények hogyan alakultak, és azon túl, hogy önök látják az egyes tanulókat, természetesen megkapják azt is, hogy az adott régióra és az országos méréshez tekintve az intézményük is hogy áll, mit látnak tanulókra lebontva, illetve intézményi szintre lebontva. Újként jelentkezett nagy igény volt iránta a Kréta duális modul, hiszen ha azt szeretnénk, hogy valóban duális rendszerben zajlódjon majd az oktatás, és a vállalatok is úgy érezzék, hogy egyébként azon túl, hogy szükséges belépniük ebbe a rendszerbe, támogatásban is részesülnek. Ehhez a Kréta duális modul lehet egy segítség, egy támogatás, hiszen ez az a modul, amelyben az intézményi feladatok és a duális képzőhely feladatai is megjelennek. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt héten kifejezetten erre a modulra kapcsolódva tartottunk egy online konferenciát, amelyen kérdéseket tehettek fel a kollégák, és itt nézek a főszervezőre, hogy 149 intézményből jelentkeztek be, és vettek részt azon, hogy minél jobban működjenek ezek az adatok, amelyek egyébként ebben a modulban szerepelnek. Itt csak azért tettem föl ezt, hogy lehessen látni, hogy tulajdonképpen hogyan próbáljuk ezzel a modullal segíteni az intézmények, illetve az adminisztrátorok munkáját, mind az vállalati, mind pedig az intézményi oldal tekintetébe. És ma már láthattuk ezt az ábrát, hogy miért is a szakképzés választásának okairól, ugye, hogy itt olyat tanulhatok, amit érdekel. Amit eddig vetítettem, az tulajdonképpen azt gondolom, hogy mind azt támasztja alá, hogy nekünk ennek a gondolatnak, amikor a tanuló minket választ, ennek a gondolatnak meg tudjunk utána felelni. Valóban olyat tanítsunk, ami érdekli a diákot, és valóban, amikor egyébként kiengedjük egy végzettséggel a kezébe, akkor azzal a végzettséggel ő megfelelő karrierutat tudjon majd befutni, és megtalálja az útját a jövőben. Azt is nézzük, hogy egyébként
hogy tudnak elhelyezkedni ezek a diákok, akár már ugye az oktatáson belül a duális képzés tekintetében, akár pedig a pályakövetési rendszerben a végzettség után. A NAV adatszolgáltatása alapján mi most azt látjuk, ugye ez egy augusztusi adatszolgáltatás, és azért érdekes ez, mert ugye hát ez biztos, hogy fals már egy kicsit, de a következő havi még nem jött meg a NAV-tól, tehát most várjuk, és akkor tudjuk majd rendezni. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag elindult az a fajta gondolkodás, amit mi szerettünk volna, a vállalati oldal részéről is, és az intézményi oldal részéről is. Meg kell találni azokat a partnereket, akikkel együtt tudunk dolgozni, és akik együtt tudnak és akarnak dolgozni velünk. És ha ez jól megy, akkor előbb-utóbb vizsgázni is fogunk, lehet, hogy mi is, de mi abból, hogy egyébként eljuttattuk-e a diákokat megfelelően a vizsgáig, a diákok pedig abból, hogy egyébként hogy tudnak majd megfelelni a munkaerőpiacon. Szeretném megmutatni önöknek, hogy mennyi vizsga volt az idén. Ez a vizsga ez nem a tanuló létszámot, a vizsgázók létszámát mutatja, hanem hogy ennyi vizsgát szerveztünk. Ugye párhuzamosan folyt az OKI és a szakmai jegyzékes vizsga, és hát most veszek egy nagy levegőt, és egy nagy sóhajt, mert hogy most vagyunk túl az első interaktív vizsgán, ami hát azért nagy levegő és nagy sóhaj, mert azok, akik nem voltak benne és nem hallottak róla, akkor az nekünk nagyon jó, mert az azt jelenti, hogy rendben lement. Akik benne voltak, és ők is nagy sóhajt vesznek, annak érdekében, hogy igen, ezen most túl vagyunk, és jöhet a következő etap, azoknak pedig azt tudom mondani, hogy nagyon rövid idő, amíg hátradőlhetünk, mert mindjárt itt a februári vizsgai időszak, de elmondhatjuk, hogy az első lépést sikeresen megtettük. 104 szakmából vizsgáztak a vizsgázók, jól megaszontam, 104 szakmából volt vizsga az idei októberi vizsgai időszakban interaktívan. Tehát ez azt jelenti, hogy valóban annak a diáknak az a szakma jelent meg, ő valóban végig tudta vinni azt a vizsgát, le tudod vizsgázni interaktívan, mi láttuk, hogy ő mikor lépett be, mikor lépett ki, milyen lett az eredménye, hogyan volt. Nagyon nagy munkát igényelt a kollégáktól, azoktól, akik ugye vizsgabejelentéssel és egyáltalán menedzselték az egész vizsgát, az én kollégáimtól is, akik erre felkészítettek, igyekeztünk nagyon együttműködni. Ezt tudom ígérni önöknek februárban is, de nem fog menni anélkül, hogy ezt közösen, együtt meg nem tanuljuk. Ezt meg kell tanulnunk, ugyanakkor, hogyha ez jól sikerül, akkor ez egy borzasztó nagy előrelépés lesz annak érdekében, hogy minél több mindent a digitalizációra tudjunk bízni, hiszen most nekiállunk a februári vizsgaidőszaknak, és az már látható, hogy több mint 100 szakmából lesz ismét vizsga. A legnépszerűbb szakmákat tették ide föl nekem a kollégák. Jól látható, hogy melyikek voltak 2021-ben és 2022 májusában a vizsgaidőszakban a legnépszerűbb szakmák, és ezt azért tartottam fontosnak kivetíteni önöknek, mert amikor szó volt arról a helyettes államtitkár asszony előadásában, hogy egyébként a beszámításokkal hogyan élünk, akkor ez jól mutatja, hogy miközben 2020-ban kezdtük a rendszert, igen, már vannak, akik szakmai jegyzékesen vizsgáznak. Tehát ezek elsősorban persze a felnőttek, mert őnekik tudtunk már beszámítani olyan előzetes tudást. És az is látszik, hogy hol léptek legelőször, ugye az egészségügyben az általános ápolók képzésbe tudtak a legtöbb mindent beszámítani, de hogy már 2022 májusára akár egy pénzügy vagy egy gépjármű mechatronikába is már olyan sok mindent tudtak beszámítani a kollégák, hogy gyakorlatilag el tudtuk juttatni vizsgáig ezeket a hallgatókat, tanulókat. És a pályakövetési célú adatgyűjtéseknek is ugye az lenne a jelentősége, hogy ne csak addig lássunk, ameddig eljuttattuk a vizsgáig, hanem nézzük meg azt, hogy valóban el tudott-e helyezkedni az a fiatal, aki a mi intézményünkből kikerült, megtalálta-e a helyét akár a felsőoktatásban, akár a munkaerőpiacon, képezte-e magát esetleg másik szakmában.
A pályakövetési rendszerből tulajdonképpen ezekre az adatokra vagyunk igazán kíváncsiak. És ha mi megkapjuk ezeket az adatokat, akkor ígérem, hogy önök is meg fogják tudni, akár intézményre lebontva is, hiszen akkor láthatják, hogy valóban az a fiatal, akit eljuttattak önök a vizsgáig, utána hogyan teljesített az életbe, és azt a karriert járta-e be, amelyet egyébként önök vagy az önök kollégái elképzeltek számára. Most azon túl, hogy ebbe bejönnek a NAV, a FIR és számtalan hivatalnak az adatai, azon túl kérdőívekkel is próbáljuk megkeresni a diákot, hogy azt is lássuk, hogy egyébként ő neki mi volt a célja, hogyha majd utána megnézzük, hogy hova jutott el, és tulajdonképpen ilyen kérdőívekből tudjuk azt megmondani, hogy mi az, ami alapján ő döntött magába a képzésbe bejöve, mit nézett meg először, mi volt számára fontos. Ez jó figyelmeztetés nekünk, hogy oda kell figyelni például a honlapokra. De ilyen kérdőívek alapján tudunk a munkaerőpiaci előrejelzésbe is nézni, hogy mi az, amire viszont a vállalati szektornak van majd szüksége. Ha megnézik itt, hogy mi mindent vizsgálunk ebben a rendszerben, akkor ez jól látható. És akkor mondhatjuk azt, hogyha így mennek ki a diákok, hogy egyébként elégedettek a képzéssel, akkor valóban majd, na csak egy kis időre, de lehet, hogy lesz olyan pillanat, amikor hátradőlhetünk. Én szeretem ezzel a diával zárni az előadást, mióta ezt a kérdőívet megtettük, mert szerintem egy tanárnak, egy oktatónak, egy pedagógusnak az, hogy azt mondja a diák, hogy itt olyanokat tanulok, amiket a munkám során is fogok tudni használni, ennél nagyobb elismerésre nem gondolom, hogy szüksége van, bár higgyék el, hogy az én elismerésem mindenképpen az önöké. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!